Sziasztok! Egy fantasztikus nagy dologról számolhatok be nektek, amit én magam se hiszek el. Úristen! Életemben nem gondoltam volna, hogy eljön ez a pillanat, hogy egy igazi, vörös szőnyeges londoni filmbemutatón részt vehetek. És ez most, illetve ma megtörténik, méghozzá Michael Bay-nek az új akciófilmje, a Rohanmentőnek lesz a bemutatója, és annyira izgulok, hogy össze-vissza beszélek. Nemrég érkeztem meg, és egy kicsit csapzott is vagyok, ami nem számít. Egy órát nem aludtam már, nem tudom hány órája ébren vagyok, ez sem számít. Annyira izgulok, pedig nyilván nem leszek a főszereplő, de hogy egy ilyen eseményen részt vehetek, úristen. Szerintem ez egy igazi filmrajongónak valami elképesztően hatalmas élmény, és nagyon kíváncsi vagyok, hogy milyen lesz, soha nem voltam még ilyenen, úgyhogy nagyon-nagyon-nagyon izgulok, és tudom, hogy ezt már mondtam, de úristen, itt vagyok! És az a legjobb az egészben, azon kívül, hogy itt vagyok Londonban, egy filmbemutatón, illetve leszek, hogy idén lesz 10 éves a mozisztár, és ennél csodálatosabb születésnapi ajándékot, hogy részt vehetek egy ilyen eseményen, nem is kívánhattam volna jobbat, úgyhogy én nagyon-nagyon-nagyon hálás vagyok azért, hogy ez velem megtörténik. Úgyhogy remélem, hogy sikerül beszámolni nektek erről az egészről, mert szeretném átadni ezt az egész élményt, amennyire csak lehet. Úgyhogy tartsatok velem! Sziasztok! Most már itthonra jelentkezem, ugyanis történt, hogy lemerült a kamera, és a hirtelen jött utazás káoszában eszembe nem jutott, hogy Londonban teljesen más a konnektor, úgyhogy nem tudtam feltölteni. Illetve én hiába vittem a kis hajsütővasamat, hogy majd milyen szépen megcsinálom a hajamat, hát ez nem jött össze. Úgyhogy hát igen, vannak dolgok, amikor az ember tervez dolgokat és nem jön össze, de ez annyira nem érdekelt, hiszen ott voltam Londonban a Rohanmentő premierjén. Úristen! Úgyhogy most ennek a beszámolóját szeretném folytatni itthonról. A szálloda az valami hihetetlenül gyönyörű, stílusos, elegáns, tehát ilyen igazi luxi, tehát én nem is gondoltam volna, hogy ennyire szép helyen leszek, és ráadásul tök közel volt a mozihoz. Annak idején, amikor elindult a mozisztár, hát én nem gondoltam volna, hogy lesz lehetőségem részt venni egy ilyen eseményen, úgyhogy számomra ez tényleg életre szóló élmény volt, és nem tudok beszélni sem még mindig. Kommunikációs szakon végeztem amúgy. A premier előtt még volt időm egy kicsit város nézni, úgyhogy bele is vetettem magam a nagy londoni életbe, úgyhogy erről láttok most néhány képkockát. A nagy sürgés forgás után gyorsan vissza is mentem a szállodába, összekaptam magam, amennyire csak tudtam, és alig vártam, hogy mehessek az Odeon moziba. Odeon mozi, el sem hiszem, hogy én ezt kimondhatom, hogy én ott voltam az Odeon moziban, Londonban. Csak ennyit tudtam most magamból kihozni. A hajamat se így szerettem volna, és gyönyörűek ezek a fények. Nem azok, de ilyen a ruha, egy egyszerű, ilyen rózsaszín. Színes, kékes, csikkos ruha. Szóval odaértünk az Odeon mozihoz, hát ott már azért volt nyüzsgés, forgás, biztonsági őrök, fotósok, fények, akkreditáció, jöttek-mentek az emberek. Mondjuk az tök furcsa volt számomra, hogy akik ott sétálgattak, nem az volt, hogy telefon elő és videózunk és fotózunk és hűha, hanem ez így számukra tök természetes volt, hogy ott éppen egy random filmbemutató van. Nyilván én ezt nem így éltem meg. Bejutottunk, fotósok hada, rajongók, fények, zene, hatalmas nagy nyüzsgés,
jöttek ugye a meghívott vendégek, próbáltam minél több videót csinálni, amennyire lehetett, mert a biztonságőr azért így eléggé szorgalmasan próbált minket beterelni a terembe, mert hát egyre többen lettünk, meg nagyobb lett a tömeg. Hát én próbáltam egy jó párszor vissza-vissza menni, hogy hát ha sikerül elcsípni valakit. És végre beléptem a moziterembe. Te jó ég! Nem akartam elhinni a látványt, valami elképesztő. Szólt a zene, DJ volt, ott is welcome drink, már jó páran ültek a székeken, hatalmas nagy fotel, ilyen állítható, ezt úgy képzeljétek el, mint itthon a VIP mozitermekben, ilyen állíthatós háttámlal, lábtartó, kis asztalka rész, ahol ott van a popcorn, meg a kis üdítő, oda volt készítve nekünk is a popcorn, az üdítő, helyre szóló jegyünk volt, hát nekem nagyon-nagyon jó helyen volt, konkrétan a harmadik sorban, ami most azért volt annyira, de annyira fantasztikus, mert a filmvetítése előtt bejött a rendező és a szereplők. Ott vonultak a színpadon Michael Bay, Jake Gyllenhaal és a többiek, és én így nem akartam elhinni, hogy ott vannak tőlem pár méterre. Úgyhogy valami elképesztő volt, nagyon-nagyon jó fejek voltak, üdvözölték a nézőket, mondtak pár mondatot így a filmről, és nyilván jó szórakozást kívántak, úgyhogy hatalmas volt az egész, hogy így tök közelről látni őket, akik a filmben szerepelnek, el se hiszem. Some live TV show, I guess an actor is going to, so I'm sorry I feel a little rushed right now. I want to redo the entrance again. Should I introduce you again? I'll do it again. Michael Bay! All together, see this crazy man. We gotta bring up the energy just a little bit because if you're like this and this movie starts, it's gonna undo you. So, everybody, yes! This movie is a crazy ride. These are incredible people, but it's so great that we're all together and that we all be here together safely. And may it continue and may you enjoy this movie. Enjoy the theatrical experience that you created because it's is unmatched. And now, another person. Aztán elkezdődött a film. Két perc múlva lehet mindent felkapcsolták, mindenki nézett össze-vissza, hogy most mi történik. És egyszer csak arra lettem figyelmes, hogy így nagy taps meg üdvrivalgás zajlik, és így hátra néztem, és fent volt egy ilyen páho, így mondom, az volt a VIP rész, és akkor ott felállt Michael Bay, és akkor ott poénkodott, meg nem tudom, hogy mit mondott, mert nem nagyon lehetett hallani, és tök jó fej, nagyon lazának tűnik, bár én azt hallottam, hogy nem könnyű vele dolgozni, hát most nyilván ez nem így jött le, meg más volt a szitu, mindegy. Aztán elkezdődött ténylegesen a film. És együtt néztük Michael Bay-jel, a rendezővel, aki csinálta a filmet. Úristen, el se hiszem. Tudom, hogy ezt már sokszor mondtam, hogy úristen, és el se hiszem, de tényleg így történt. Tehát most itthon vagyok, és konkrétan olyan az egész, mintha álmodtam volna. Mintha így ez nem velem történt volna. A film iszonyatosan pörgős, egy tipikus Michael Bay akciófilm, tele robbantgatással, autóüldözéssel, lövöldözésekkel, egy-két odamondogatással, szerintem egy kicsit hosszú, de annyira nem vészes. Brutálisan látványos, a hanghatások olyanok, hogy így csak kapkodja az ember a fejét, hogy úristen, most mi történik. Szerintem Jake Gyllenhaal viszi a hátán a filmet, úgyhogy mindenképpen érdemes megnézni, ha szeretnétek kikapcsolódni, akkor április 7-től rohanmentő a mozikban, nézzétek meg! Köszönöm, hogy velem tartottatok, bocs a bénázásért, sziasztok! Hey! Mit akar? Kölcsön veszük a kocsit! A neje tudja, hogy bankot rabol. Hazaviszlek, tesókám. Neil! Mindenkit hazajuttatok. Rohanmentő a mozikban.